Nagy tisztelettel köszöntek benneteket, és Concerto is integet már is nektek. Látjátok, egy Daihatsu jellű kis autóval itt előttünk, van nem az autó, hanem a kormánya. Ő nem más, mint egy Daihatsu Sirion, ezres és négy kerék meghajtású, és AC, mint ugye, hogy klímás ő, és nem csak, hogy klímás oda van írva, hanem nagyon jó jéghideg klímája van neki. Ezres benzines, ugye, és ugye 58 lóerő, mint látjátok. Megvan a szervizkönyve, vezették is egy ideig, de még ezen kívül a motortérben is találunk információt. Természetesen Feri és Peti kollégám mindezt látták, és ugye természetesen ők segítenek is ebben a munka folyamatban átnézegetni az autó papírjait. A kormányunk ugye a szervo kormány és légzsákos, ugye itt egy légzsák, ott egy légzsák, és van oldal légzsák is benne, amit megnézzünk már is. Így néz ki a kormánya a 41 000 km futott autónknak, és így veszi a fordulatot a kis ezres motorunk. A klíma be van kapcsolva, tökéletesen üzemel, egy digitális óra, egy CD rádió, és egy berott telefon kihangosító van a járműben, ami jól is szól benne, és jó dolog az ilyen kis bluetoothos dolog, hiszen nem kell fölvennünk a telefont a fülünkre szorítani, menet közben életveszélyesen. Így néz ki a váltó gomb, amit ugye sokszor használunk, és így néz ki a pedálsor is, hogyha valakinek esetleg kétségei merülnének fel. Az autóból kiszállok, és megnézegetjük még a többi részeit is. Elektromos ablakokat találtak itt ugye bal kéz felől, és négy darab elektromos ablakot, amiből az egyik automata funkciós, ez a bal első. Itt az oldal légzsák felirat, állítható magasságú az ülés, és ha már az ülésnél tartunk, látjátok, egy tökéletes, újszerű állapotú ülés. Nem azért, mert most szerelődött bele, hanem azért, mert ilyen szépen megtartották az eredeti állagát ennek a járműnek. Látszik, hátul is gyönyörű a kárpitozás. Térképtartó van, elektromos ablak, és itt is minden nagyon csillivilli mutatós. Jó állapotú gumik vannak rajta, ezek téli gumik a járművön, de mivel összkerék hajtású, remélhetőleg majd télen jól fog jönni a téli gumi. Itt van a tolatószenzorja, mindenhol kis krom díszítések vannak a járművön, elől, hátul, oldalt, és benne vannak a kötelező tartozékok, dönthetőek az utasülések, az a kis gomb felhúzása után, egész vízszintesbe lehet dönteni, és nagyon nagyobb csomagtartót lehet vele készíteni. Mindkét oldalát mutatom a járműnek, teljesen kultúrált és korrekt állapotú, és itt a kis kromozásai végig szaladnak, elől a lökhárítón és a hűtő díszrácson látható mindez. Üvegezése épp, lámpatestei is szépek, és a motorja pedig nagyon csendesen cicereg. Három hengeres, ugye? Itt az ABS, ott a klímacső, ugye le is van dermedve, látjátok. Tehát ezt ugye már tudjuk akkor biztosan, hogy működik. Az aksia nagyon jó varta akkumulátor, és itt van a 35 ezres szerviz, ami 2016-ban történt meg. Nagyon szépen csendesen dolgozik, én ezt be is csukom, és elbúcsúzom tőletek, de ne menjetek messzire. Egy rövid próbakört azért még teszünk ezzel a járművel, hogy megbizonyosodjatok róla, hogy milyen jó ez a kis autó, és érdemes benézni hozzánk az M3 autóparkba. A viszontlátásra, sziasztok!